Jó reggelt, Vietnám üdv a csatornán! Csácsumi sörtészt a csokoládé és Keeper jelentkezik a következő Farming Simulator 22 százalékban zöggazdaságban a videósorozat következő részével, amivel megint fogunk egy csomó produktív dolgot csinálni, de először edukációs rész következzen, mert szerintem ezt egyébként bírjátok. Hát Magyarországon olyan nagyon különleges dolgok nem történtek. Március 15-ét az országgyűlés megszavazta, hogy innentől nemzeti ünnepként kell kezelni, de viszont külföldön történt egy eléggé nagy horderejű dolog. Először megtörtént az, hogy átrepülték, jobban mondva Charles Lindbergh helyi idő szerint reggel 7 óra 52 perckor egy egymotoros repülőgéppel felszánt Long Islandről, és gyerekek 5800 km és 33,5 óra, 33 óra alatt átrepülte az Atlanti óceánt. Gondoljátok bele, hogy nem csak, hogy 33 óráig fenn maradsz, hanem addig konkrétan folyamatosan figyelned kell, konkrétan olyan teljesítményt csinálsz, hogy még előtte senki, és ráadásul rettenetesen veszélyes. Ugye az Atlanti óceán nem csak arról híres, hogy rohadt nagy, hanem általában, főleg itt az északi környéken, rohadtul hideg, szóval hogy oda, hogyha bezuhansz a repülővel, lehet, hogy annyira nem lettél volna boldog. Szóval azt a 33 órát az valószínűleg nem azzal töltötte, hogy közben nyomta a telefonján a Snake-et, természetesen nem is nyomhatta volna, mert ez 1927-ben történt meg. Egy kis edukáció megtörtént, kontextusba tudtuk helyezni, hogy éppen mi történik a világban, gyerekek. Charles Lindbergh legelőször átutazta az Atlanti óceánt egy fedeles repülőgépével 33 óra alatt, ami szerintem borzalmasan sok, és nem is csak a távolság a teljesítmény, hanem ez az idő, hogy eddig ezt így kibírta. Na gyerekek, pörgettem én itt az időbe egy ECD-PCD-t, és akkor mindjárt meg is mutatom, hogy mi az, ami történt. Árvilág, várjatok egy pillanatra, igen, 908-ra ment fel a zseton, viszont mindenképpen jó lenne, várjatok, ezt le tudnám üríteni bárhova, valahol ürítsük le, mivel szerintem ezzel fogom elvinni, ezzel tök jó gyorsan lehet haladni, azt mondom, hogy lehet, ugye? Lehet üríteni bárhova? Control-E-vel, az én területemre ugye le lehet üríteni. Nagyon jó, oké. És elvisszük eladni a búzát, amit az előtti részben ugye szereztük. Oda nézzetek, ezek meg mit fel van gyöpösödve. Ezt nem is vettem észre, hogy eddig ilyen van, hogyha nem ültesz bele semmit, akkor is felveri a gaz. Azt a betyár, gyerekek, valami felakadt az istrágok, meg izéltek. Nyullottak, mint az őrület. Hát pénzt kellene termelnünk, és arra gondolt a keeper, ugye, hogy azt a 35-ös földet, azt meg kellene vönni. Szóval valami ilyesmibe gondolkodunk. Egy pillanatra bekapcsolom itt ezt az F1-et. Jó, aztán akkor izé van. Várja, hopp, na, így most már enyhén jobb lesz, ugye? Töltés megkezdése, búzánk van, 1400 literük, ennyi az összes vagyonunk, gyerekek, de ne vagyunk föl, komoly dolgokkal foglalkozik a Keeper. Máma a 35-ös föld projekt, azt kellene megvenni, arra gondolkodik, hogy a Keeper, hogy azt kellene megcsinálni. Megpróbálunk mindent is az ügy érdekébe megtenni. Jó, várjátok, álljátok meg, marhák! Hő! Hő hatására marha megáll, nagyon komoly. Ja, hát itt ez nagyon lassan meg már fölpörgettem itt az időt, mint az őrület, aztán most már szerintem akkor jó vagyunk. Hova a túros rétes, oda kell vinni, jó van, oké, menjünk! Csapjuk neki, egyébként rájöttem, hogy a marhákkal érdemes szállítatni, mert a traktorok lehet, hogy lóerőben jobban teljesítenek itt még ebben a Farming Simulatoros környezetben, ebben a millióben, 1927-ben, mármint erő szempontjából, viszont a marhák azok meg gyorsabbak, úgyhogy érdemes őket használni még mindig, mert ha már oda nézzetek, oda csapok neki, ilyen gyorsan mennek. Azért azt szerintem egyébként elég korrekt, nem? Szerintem ez így nagyon jó. Ja, megyünk, és akkor a 35-ös föld az tök jó, mert itt igazából ide lejövünk, azt fölmegyünk oda, azt már ott is vagyunk. Ez így Franco lesz, Franco Nero, egy belső nézetben azért küldjük neki, de egyébként így a legjobb, nem? Így a legjobb. Így fölbenülünk a buzába, melegíti a tökünket a friss buza. Ültetek már buzába pótkocsin? Az egy élmény, higgyétek el. Na, de egyébként merni, micsoda jókoszos tudsz lenni utána, mi? Úristen. Hát mennyit mertem búzát pótkocsin? Belenállsz a búzába, fogod, ödörre mered bele, adogatod le a zsákot, hordod fel a padlásra. Úristen, gyerekek. Ezek olyan dolgok, amik nekem soha nem fognak visszatörni, nyilván. Bár nagyon érdekes, hogy nem tudom, hogy merre fog tendálni a világ.
olyan szinten gyors a fejlődés üteme, belegondoltak, ugye 1927-ben játszódik ez a sorozat, és konkrétan még itt épp hogy megjelentek a traktorok, most meg nem telt el 100 év azóta, és már konkrétan drónokkal, meg olyan traktorokkal megy a mezőgazdaság, hogy konkrétan nem kell őket vezetni, mármint vannak olyan gépek. Az nagyon brutális szerintem, és képzeljétek, hogy akkor hova fog ez fajulni, és ez nem csak az mezőgazdasági munkákra értendő, hanem így mindenre. A mesterséges intelligencia milyen fejlődésen megy, tehát az utóbbi 3 évben gyerekek, hát itt mindent is tudsz már csinálni, nagyon brutál. Na, lesz egy kis pénzünk. Én hülye vagyok? Nem, benézted? Én azt hittem, hogy ez nem ennyink van. Ennyi volt? Ennyi búzang volt? Ó, te fiú, hát akkor ez nem volt egy nagy üzlet. Basszus, nem szóltatok volna, azt hittem, hogy nekem 10 000 literre jött ki ebből az izajából. Ez komolyan csak ennyi? 2000 pénzt kerestünk azzal, hogy learadtuk azt a földet. No! Ne! Tudjátok, van az a mém, az a TikTokos, amikor a majom így hátra lő, hogy oh no! Amikor rájössz, hogy nem keresed halálra magad, ugye? Oh no! Hát ez szomorú, az összes tervem az így dugába dőlt szerintem most. Úgyhogy nem lesz annyira könnyű itt a helyzetünk, mint amennyire számítottam rá. Jó, gyerekek, hát akkor szalmát kell gyűjtenem, vagy nem tudom, vagy mi lesz. Valaki meg ír, nagyon vehemensen, de lehalkítom. Ferenc, nyugodj el meg! Lehalkítom a telefonom, mert az is zavaró, hogy itt rözög. Hát én azt hittem, hogy ennyi volt, most ez halál komoly, várjál már. Hát ezzel nem mentünk el a bucsóba. Keeper meg azt hittem, hogy ez most ilyen hatalmas nagy összeget így be fog kasztlizni, kaszírozni. Hát nem gyűjt össze a mutatvány, ugye? Mondhassuk, hogy nem gyűjt össze a mutatvány. Én meg már azon agyaltam, hogy milyen csodálatos lesz megvennem most 19 000-ért azt a földet. Jaj, hát most aztán gondolkozhat a Keeper, hogy mit fog itt kihozni. De tényleg valamennyire produktív akarok lenni, úgyhogy nem tudom, valahogy meg kéne erőltetni, hogy ezt a földet meg tudjam menni. Egy csomó minden van egyébként, haszontalan tárgyunk, és azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy el kellene adni belőle. Gyerekek, hát nem volt ez, jaj, itt meg ugye nem tudom ezt összegyűjteni. Nem volt ez egy olyan nagy eresztés. Nézzük meg a tárgyainkat, amik ugye vannak, aztán akkor mindjárt abból gazdálkodik a Keeper. Hát figyelj, ezt az udvari felszerelés, ezt a tartály, 20, jó, hát ezzel nem megyünk el bucsúba. A traktorok között van ez egyébként, ezt egy ezres ki tudok belőle sajtolni. Ezt a kettőt megtartanám, ez egyébként ez olyan lassú, mint a tettő. A betakarítógépek, hát az egyéb, a biciklit azt eladjuk gyerekek, jó? Eladom a biciklit, soha nem használjuk, fölösleges, meg minek is. Pótkocsi közül ez a kettő van, hát szerintem ezeket azért meg kéne tartani, aratószerkezet, Burgonya Technology, a Burgonya Technology-t azt lehet, hogy meg kéne adni, nem? Azért nem kéne mindent elkutyavetyélni. Van egy ekénk, ami 3000-be kerül, azt lehet, hogy eladjuk gyerekek, úgyhogy bocsász, ültetőgépek, ezt is eladom gyerekek, jó? És ugye ezeket egyébként, ez mi ez? Az egyébnél, be is félelt. Jó, oké, akkor mi a túróval? Ennyink pénzünk van? 6400-unk van. Jó, tudom, hogy egy kicsit ritkozottabb itt a szituáción, de tényleg annyira nem volt arra szükség. Sőt, még egyébként azt a traktort is eladnám, azt. Úgyhogy azt a traktort is eladom, mert ez nekem nem gyere be, igaz, hogy ez csak egy ezres. És akkor most egy kicsit újra gondoljuk a dolgokat. Hát ugye el tudnám adni a trágyát, meg el tudnám adni a szalmát, ezt lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy... valamelyik traktorral a trágyát föl kéne dobni. Azt kellene csinálni. Egyébként ja, jó lenne ilyenkor valaki jönne multiba segíteni, gonét rakni vagy valami, mi? Az úgy adná. Jó, lemegyünk. Arra a dupla pótkocsira föl kéne szórni az összes trágyát. Elvinni. Meg még el kéne vinni. Ó, azt a meg! Jó, ezzel mi történt? Ja, várjál! Mi a szar van ezzel, gyerekek? Ez üresbe így megy! Ja, mert az izét ráraktuk az izé váltó, gyerekek! Tudjátok, várjál, leszáll az ja, is! Hogy road gear-es lett! Akkor azért nem tud ezt húzni normálisan! Itt road gear-ünk van! Ott van, át van kapcsolva! Azt megy, a gyerekek! Hát egyébként én nem muroltam ebbe semmit, ne aggódjatok, nem!
Nem csinált a Keeper semmi hülyeséget, de ez nagyon brutális. Hülye vagy? Ez nagyon kemény. Akkor ezzel lehet azért veretni. Ja, mert egyszer valamit cseréltünk valami road gear-re, nem? Ezt le kell indítani, az lemegy a nap, amire elindítjuk. Egyébként van itt egy kultivátor is. Jó. Ja, a marhákat is. Hát nem adjuk el. Legyen az. Legyen az. Szeretik a puják. Mindent azért nem kéne eladnunk. Ez a kosza. Kaszakő, kaszakő, mi a? Apád. Kő. Nem mondom tovább, tudja mindenki szerintem a sztorit. Hívva le. Menjünk öcsém! Ja, akkor azért nem húzott az, mert ilyen rórizére van ragva. Srácok. Na ezt föl kéne kettyinteni itt ezt a maradék ganyét. Csak az a baj a maradék ganyéval. Hogy szerintem. Szerintem skacok, lehet, hogy nem éri már el. Ne állítom neked ilyen, hozok lapátot. Lehet, hogy azzal még gyorsabban is fölre van. Ne kéne adni a ganét meg a szalmát. Aztán akkor tudnánk egy kis pénzt csinálni. Ha valamennyi produktívnak kéne lennie. Meg ugye bejönnek lassan majd az új gépek, jönnek az 30-as évek, srácok. Te olyan bűnös vagy, mint a dög. Lá, ki patádra ráverek egyet. Na. Ja, jönnek a 30-as évek majd. Ezt nem állítottam meg, vagy még mindig forog a motorja, bazze. Ő meg. Ja nem ez. Aj, meg na. Ez ketyeg a. Gyerekek, ezek nagyon jók. Nagyon jók itt elketyeregnek. Oké. Okay. Figyelj, majd bocsánatot kivárok, de garétka raktunk. Ebbe lehet garét rakni? Lehet. El kell adni mindent is. Figyeljetek, pénzt kell csinálni, területet kéne venni, azon gondolkodott ugye a Keeper. Jó, hát szerintem ezzel elég gyorsan lehet így rakni. Maradék ganét, meg itt vannak kiröntött fák, meg mindent is. Pénzcsináláson, kicsit progresszivitásra rá kell venni, mert oké, hogy itten is élünk, edukálunk, meg fanolgatunk, de hát így nem lesz belőlünk kutyaszar se. Leszünk, csórók leszünk még 2024-ben is, nem? Skocok. Mi van ott, gyerekek? Repülnek a izék, az őzek. Néha vannak ilyen érdekes bugok. Bugok. Yeah. Fuck yeah! Meg majd a kanál kosárból is kifogom. Te figyeljetek ezt a izét, ezt a lerakható tárgyakat nem néztem meg, hogy mi van nálam. Jó, akkor ezt a izét, ezt a gépet, ezt a kanalát, ezt is eladhatnám, nem? Kanál. Kanálonál. Nem hazudtolhatom meg magam, nem vehetek új gépeket, tudom, hogy most ezt egy monitorval nagyon gyorsan, könnyen földobnám, vagy valami homlokrakodóval, de egyelőre még az nincs. Viszont ez kiszórtam a szart! Kiszórtad? Jó, szétterítetted, öcsém. Kár, hogy nem lehet itt ganajozni, nem? Mármint, hogy tényleg nem lehet ganajozni. Na. Jaj, be is remektünk be, azért megcsapta az orrunkat a szarszag. Odébb kéne járni, meg kéne indítani a gépet, felugrunk rá. Elindítjuk, addig legyünk. Lapátot ne veszítsük, mert akkor aztán kézzel kell raknunk a szart, öcsém. Amíg elindul, addig itten ekecsölök. Figyeljetek, két pótkocsi szart elviszünk. Nem tudom mennyibe veszik, nagyon nem fogunk belőle gazdagulni, de tényleg pénzt kéne termelni. Egyébként tudom, hogyha elvittem volna a bolthoz azokat a kütylőkeket, akkor nyilván drágábban tudtam volna eladni, ott rohadjon meg, úgy gondolom. Ez egy ilyet. Így fog ez zajlani. Hát ez jó kis mezőgazdaság. Meg egyébként azon is gondolkoztam ám, hogy meg kéne nézni, hogy nincs-e valami olyan terület, ami olcsó, közel van mindenhez, és akkor eladhatnánk magát ezt a farmot is. Érted? Igaz, hogy egy kicsit ilyen földön futó sztájbot lennénk. Tudjátok, mit kéne venni? Ízét? Műhelykocsit. És akkor letáboroznánk valahol ilyen csóriba. De ugye nagyobb földet tudnánk venni. Vagy pedig tényleg meg kell nézni, mert elvileg a faluban vannak olyan házak, ahol van farmház.
És gyakorlatilag le tudnád cserélni. Ez lehet, hogy ez mondjuk tökér valakinek valamit. Ide akarják építeni majd a Tesco-t, érted? Vagy akármicsoda. Tudom, ezt nem építettek Tesco-t 1927-ben. Ide akarják majd felhúzni akármicsodát. És ezt így derékbe eladhatnám az egészet, nem gyerekek? Érted? Itt minden estől. Szevasz, tovasz. De tényleg a műzé lenne jó a lakók. Na nézzé! Lapókocsi téma lenne, az még jó. De egyébként az izéből tudunk csinálni. Ebből a szekérből lehet csinálni ilyen... Minek nevedik ezt? Tudod azt a ponyvásat, azt a... Milyen kocsinek nevedik azt? Milyen szekérnek? Tudod, ami van nyugaton is volt. Na most egy pár embernek így eszébe hoztam a Red Dead-et. Ó, mi a fó? Mi történt itt? Fogyog a szar. Jó, nem? Na öcsém, mi történik? Ráléptem a végére, majdnem orrba vágott gyerekek, mint a grábla. Hát remélem ez el fogja vinni ez a traktor. Ja, beindítottam a motort, hogy odébb járjak, az közben itten hordom izé lapáttal, mi? Mindent eladunk, gyerekek! Földeket kell venni! Mert ezzel a kicsi földekkel itt hiába vetek aratok, nem megyek semmire. Úgyhogy ez nem jó, a keepernek nem tetszik. Meg kell nézni a földeket, mert ugye van frekventált földek, azok mindig ilyen rohadt drágák. Ezt lehet, hogy kifogunk valami olcsót is. Bazza, ganétkő raknom kézzel, öcsém. Azért ez a keményem. Ez a kemény, nem a kátszéle, bazza gyerekek. Egyébként előtti részben is mondtam, hogy mennek a live-ok, este 8-kor. Mindig, hogyha akar valaki, akkor jöjjön nyugodtan. Mármint így tök jó, szerintem tök jó társaság kezd kialakulni. Elbeszélgetünk. Elég jó progresszív gameplay van, hogyha csak a Keeper nem iszik sört, mert ha sörivás van, akkor nincs progresszivitás, akkor a hülyeség megy. De valamikor az is jó. Öcsém, mennyi szóval. Visszhangzik itt valamin a traktornak a hangja. Ezen a házfalon, vagy nem tudom, és ez tök jó meg van csinálva. Egész jók a hangok. Hallod? Visszhangzik. Hát jó. Szép, ezt veszik ez a Formó nevű traktor, ami itt van. Ez is ugye kész gyártmányú. Ezt el tudjuk húzni, bazze? Itt már megint megrakom, bazze, egy dupla szekérrel itt el... Ide szórom. Egyébként azért is kell ugye lapáttal, mert nem ér el addig ez az eszköz már. Úgyhogy... Valaki írja, hogy miért nem azzal szedem, hát azért, mert nem ér el addig. Azt nem tudom, hogy ezt a szekeret be lehetne fogni az ökrök elé. Meg kéne nézni, azt a ökrös szekére kettő pótkocsival azért az menő lenne, nem? Meg szerintem az lehet, hogy gyorsabb is lenne, bár megpróbáljuk ez a formullal azért. Hát ezért csak adnak valamit, hát... Gyerekek, kell a pénz lóvéra. Még a bicikliket is eladtunk, ma 7300-unk. Ugye izébe kerül egyébként a következő föl 19000-be. Jó, tudom, hogy lehet, hogy nem fogunk most instant összeszedni. De hogyha nem dolgozunk, akkor nem is lesz soha meg az ára, úgyhogy össze kell gyűjtenünk. Az erdőben van egy területünk, amit szintén eladhatnék, mert igazából sok értelmét nem látom, de rohadt messze van. Nagyon kevés pénzt tudunk abból kitermelni. Inkább akkor lehet, hogy itt a városban volt valami olcsóbb fás rész, azt ott kell kivágni a fákat. Levágjuk róla a fákat, aztán eladjuk a területet. Az is egy tök jó megoldás lenne szerintem. Meg ugye minél közelebb a leadó a helyhez. Az meg a legjobb lenne, hogyha valami nagyon közel vennénk egy területet, letermelnénk. Azt eladjuk a fákat, gyors, akár kuglira is akkor lehet vágni, mert felszórjuk a platóra. Aztán már Isten ágyol. Úgyhogy lehet, hogy azzal is lehetne egy kicsit. Azt a szalmát, na lehet, hogy nem kéne ebben a részben összeszedni így, mert szarrá unjátok magatokat, meg én nekem is már kezd fájni a hátam. Ez a gani, ez nagyon nehéz. Egyébként a gani az egy, a izének a gannak a felesége, ugye?
Mert hát az a gané. A kombiné az meg a kombinak. Kombinak a felesége. Itt már lehet, hogy sok volt. Szórjuk szét a szart. Várj, meg megpróbálom, egy jó magas rú. Na, lehet, hogy az már így... De. Mindjárt megnézzük. Ó, már nem sok van egyébként, de kár, hogy nem megy föl rá az összes. Még kívül kerítésen kívül is van, basszus. Na. Jó, már szerintem nem fér föl rá több. Nézzük meg. Hú, 6580 liter trágyával megindulunk, srácok. Az körülbelül 6 tonna, nem tudom mennyire fogja ezt elvinni. Nézzük meg, hogy trágyatéba hol van. Egyébként az is nagy előnye ennek a játéknak, hogy ilyen... Hú, 96, de jó van, le van szarva. Szó szerint. Azt a betyár rendesen így... Elkezdte tépni. Így, gyerekek. Ne! Láttátok, elsüllyedt a kerék. Ez brutál volt. Jaj. Na, mi történt, öcsém? Na most meg akadjak el. Ne akadj el. Úristen. Erre kéne mennünk. Mi történik? Mi folyik egy gyöngyösör? Jaj. Nézzük egy külső részletet, mert megőrülök. Mi történik itt? Hát jó, ez egy kicsit lehet, hogy erős volt. Várja. Nyomoljak egy tempomatot? Miért nincs tempomatom? Ja, mert átállítottam apám. Összekevertem az ezeket, billentyű parancsokat. Kijelent a tempomat borért. Na jó, visszük a trágyát. Két porkocsival. A maradékot fölrobjuk az ökrös szekérre. Mert remélem fölmegy az. Menjél, az mennyi! Lol. Nyomjad neki! Ennél alacsonyabb sebesség fokozatunk nincs. Nem létezik. Gyerekek, lesz a kiszakadt bazaj a izéje. A vonószem mindjárt letépődik. Rúgnak a körmös kerekek. Hát ide valami nagyon epik jó traktort előbb-utóbb kell verdünk, mert itt csak problémák vannak ebből. Az a hátsó portkocsi, meg a vékon kerekei úgy belevágnak a földbe, hogy rendesen eltűnik néha a kerék, tengelyig. Na, az azt mondja, hogy mennyi, hány liter? Olyan 7000 literük van, 1000 liter 90 van amennyi, akkor hát 7x9, az nem lesz egy nagyon erős. Nem baj, mindenképp el kellett adni ezt. Azt a, figyeljetek, lehet, hogy veszünk egy földet, ami nagyon közel van. A... Nézzük meg, mennyire tudjuk eladni a mi területünket, azt is. Figyeljetek, ezek nem baj, hogyha elmegyünk arra, mert akkor ott veszünk egy földet, és akkor lehet, hogy fakitermelés lesz egy kicsi. Azzal elég sok pénzt lehet hamar keresni. Nem, többet, mint a eladással, érted? Azzal tényleg sok lóvét kerestünk. Nekem ugye nagyon fájna, most nem nézem meg a térképet, mert akkor nem megy fel soha, ez megállunk itt. Áll meg, jó. Térkép. És ugye a nem, érdekes, hogy 25-ösnek írja, így meg már 35-ösnek, mindegy, el a földre fájna fogom. Azt kéne megnézni, itt volt egy 37-ös tövezeti föld, azt mennyibe kerül? Érték 3008, és azon vannak fák. Azt le lehetne csettinteni. Ez meg mi? 12-es, 9-es. És ugye ide kell vinni a fákat. Az a 44-es. Ez a 37-es, figyeljetek, azt megveszünk. És akkor ott levágjuk a fákat, és eladjuk nagyon gyorsan, jó? Egyébként F5-öt nyomok, nem kapcsolódik ki a rohadt rádió. Valaki írta, hogy F5-tel kapcsolódik ki, de hát úgy látszik, hogy akkor nem. Ne! Bele. Ugye nincsenek fékek még ezeken a kocsikon. A lejtőnek lefelállt, természetesen lelökött minket. A 6 vagy 7 tonnányi gané. Ez jó volt. Tök jó meg volt csinálva, azért van fizika. Tudom, szarráfikázom mindig a farming szimulátorokat, azt utána meg, amikor játszok, akkor így meglepődök rajta, hogy jó, hát igen, tök jó, ez jó volt, ez tetszett, ez, hogy van ilyen fizika. Egyébként nézzetek, milyen vékony kis pálcánkból áll. Itt például, ami tartja ezt a vonó egységet, az konkrétan a kerék lehajtáshoz van. Csatlakoztad volt alul, fönn meg egy pálca tartja a megfelelő magasságba, és azt át lehet rakni, hogy följebb vagy lejjebb kerüljön. Látod?
Tök érdekesen van megcsinálva. Viszont ez a differenciálmű, amit hátul van, ez elég epik. Azért van egy konkrét lehajtás. Brutális, nagyon tetszik. És ugye ezen a traktoron is ott van a laposzi meghajtás. Hát gyerekek, azért bűszök a Garnet 1000-re. És tök jó, mert pont ott leszünk, kb. Ahol ugye a fakitermelés fog zajlani. De viszont megnézem, mennyibe kerülne, hogyha eladnám én a területemet. Sőt, azt meg is nézem. Mennyibe kerülne az eladása a terület? Mik van nekünk? Ugye van a 25-ös, amelyik 7000-be kerül, azt ugye most vettük. Van egy. Ez a 24-eshez tartozik, és az 30000-be kerül, gyerekek. Az 30000-re el tudnám adni a tanyámat, meg a hozzátartozó ezt a kis területet. És ugye vannak itt olyan helyek. Mennyi? Gyerekek, lehet, hogy meg kéne nézni. Lehet, hogy beköltözünk a faluba, gyerekek, kemények leszünk. Meg kell nézni, mert vannak olyan helyek, ahova ugye le lehet telepedni. Ez tök jó meg van csinálva, hogy le tudod cserélni a házadat, úgymond. Úgy tudom, valami nagy ívbe kérek. Ki kéne rakni teljesen. Úgy a kukáig teljesen, meg túltoljuk. Na, valami legyen. Várjál, lehet, hogy át kell váltani. Hát, mi a tökön van? Nem tudom, hogy miért nem akar ezt billegyteni most. Na, jó. Oké, okay. Ja, már hátrafele, oda, igen. Hát jó, ezzel nem gazdagszunk meg, nem olyan nagy probléma, fölösleges dolog volt, el kell adni a francba. És oda rakja, addig néz ki, húzza a hátuljából azt a deszkát, és akkor azt figyelj, így betolja vissza, ez tök jó meg van csinálva. Hát ez komolyan 138 eurót kaptunk. Aha. Jól van, gyerekek. Ez kemény. Ezzel több lesz. Hátsóan több lesz. Viszont úgy is tudnék ugye ilyen farmot venni, hogy nem adom el a régét. Viszont azt tényleg tök eladhatnám. 30000-et kaszíroznánk belőle. Körül kell nézni, gyerekek, hogy mit érdemes megvenni, meg mit nem. Úgyhogy erre időt fogok szánni most. Bocsánatot kérek érte. Ne. Oké. 492. Jó, hát figyeljetek, ennyit kerestünk. Visszaugrok ide, és akkor itt körülnézünk, jó? Elkezdünk itt ismerkedni ettől dolgokkal, hogy mi, hol van, milyen farmházak vannak itt ezen a területen. Ugye itt az enyém, ez oké. Viszont arról ugye el kell adnom azért a sílót is, meg ilyesmit. Itt ezen a környéken nincs valami? Nem nagyon van, várj, a földeknél meg kell nézni, mert ugye akkor itt azért bővített egy kicsit a dolog. Itt is van egy plusz terület. Ez csak 5400-ba kerül? Ugye ez egy ilyen füves, csak az a baj, itt nagyon zsúfolt. Itt van egy ház, meg mindenhol fák vannak. Ez tök kellemetlen. Meg kéne nézni a 18-asat. Sajnos nem tudok odaugrani. Csak várj, az a baj, hogy ugye nem, alapban meg nem 18-as, mert ugye nem úgy működik. Aha, 18-as, de viszont itt van egy mékas, mézraklap helye. Meg tudjuk venni a méhészetet. Na, várjátok, ezt hadd nézzük gyorsan át, jó? Meg elég gyorsan futunk. Muszáj egy kicsit, ha kell, akkor el is költözök otthonról, úgymond. Na nézzük, hogy hol vagyok. Tudnám, hol vagyok, ott vagyok. Ez a 19-es, ez mi? Igen, ez a 19-es, az 1-esnek írja, itt vagyunk, jó? Oké. És akkor ott van. Itt van a méhészet, aminek 36000-be kerül. Hát mindjárt ránézek, hogy igazából az mit akar. Körülnézünk, hogy miket lehet itt megvenni. Itt ezt is meg lehet venni? 17-es. Igen, ez egy ilyen terület. Jó. Ez micsoda?
Egy a legegyszerűbb ide jövök. Hú, basszus, ez ilyen mindenféle? A 18-as? 36 ezerbe kerül, gyerekek, és itt igazából van minden is, figyeld. Van farmház, hol lehet bemenni egyáltalán? Most ezt belekeveredtem, apám. Hol kell itt bemenni? Jaj, bazza, nem félek, széles vállam van. Hol kell bemenni ide, bazza? Ja, itt a kapu, aha. Itt a farmház, ugye lenne egy farmházunk. Ez disznóknak, ugye? Jó, sejtem, hogy disznóké. Sejtés, igen. Ide tudnánk, akkor le van ragva már alapba. Tudnánk disznókat belevenni. Ez nagyon jó. Ez nagyon jó. És vannak már méz. És akkor ezt kapásból el tudnám vinni. És akkor termeli ugye a méz. Ez nagyon jó. Vannak méhkaptárak. 36 ezerbe kerül, srácok. Csak egy bajom van. Hogy nem tudom, hogy hova tudnék, kellene mindenképp egy ilyen generit venni, amire ugye le tudod pakolni a dolgokat. Ez nagyon rohadt jó, ez nagyon tetszik. Ide lehet, hogy átköltözök. Ide lehet, hogy átköltözök, komolyan mondom, de viszont még nézzük meg, hogy esetleg van-e még valami olyan, amelyik... Mert azt hiszem, hogy még van. Itt a bal felső sarokban volt egy ilyen nagyobb hely. Ez a 47-es, 108-ba kerül. Ez egy ilyen nagyobb béz. Ha jól emlékszem. Viszont, hogy kapásból vannak méhék, meg ilyesmi, az tök jó. Ez miért van itt? Raklap. Magok. Hát ezeket pedig nem is én raktam ide. És én birtoklom, lol. Nagyon érdekes. Hoppá, ez mi? Ez mi? Aha, üzem. Ó, jaj. Jó van, oké. Okay. Rohadt jó. Jó, meg van csinálva, oké, nagyon jó, örülök neki. Meg itt van egy hatalmas nagy gyár. Vagy hatalmas nagy telep, amit ugye tök jó lenne megvenni, de ez a fullos. Szerintem ezt eléred, akkor itt, ez nagyon kellene, gyerekek. Ez nagyon kellene, csak hát ez 47, 47-es föl 180 ezerbe kerül. Az azért drága. Itt mi van a kettesnél? 28 ezerben? Ott van valami, nézd. Itt a kettes az gyorsan még elrohanak. A 16-os az mi volt? Ugye a 18-as... Az kéne nekünk. A 16-os nem tudom, az mi volt. Megnézzük a kettes, gyorsan elrohanak oda, ha már egyszer erre vagyunk, jó? És megnézzük még azt az egyet. Hú, itt minden is van, gyerekek, ez rohadt jó lenne. Trágya, meg minden, tároló. Megnézem itt fönt a ketteset, az a baj, hogy elég megtévesztő, mert most így 24-nek írja. Fú, gyerekek, költözés lesz, úgy érzem ebben a részben. Beköltözünk a városba. De jó! Új, ahogy itt is van egy telep. Itt is van egy telep, mennyibe kerül, öcsém? Ez 28 ezerbe kerül, figyeld! És van birka legelő hozzá. De rohadt jó. Ki tudod választani, melyiket akarod inkább a disznók? A méz, vagy inkább a birka legelő, gyerekek? Ez tök jó egyébként ez a hely. Mit kapunk hozzá? Kapunk hozzá még egy kukoricaföldet is? Ne szórakozzál, mert akkor megőrülök. Ez tényleg? Nem, az 24-es külön lesz, ugye? Nem, baze. Figyeld, van hozzá egy föld, meg van hozzá egy birka legelő. Ez is nagyon durván jó. És akkor itt meg a fakitermelés itt van közel. Ó, jaj! Nézzük meg milyen földeket. Hát akkor költözés, bazza, el kell adni mindent ott földet. El kell adni mindent ott földet, és akkor ugye itt a fűrész van, amit tudsz hordani. És akkor itt voltak, mennyibe kerülnek itt a földek? 17 ezer. Itt elég olcsóak a földek, figyeld. Itt a 6-os. 25 ezer a 6-os. Figyeld mekkora a 35-ös. Hát, ja. Ide költözünk, gyerekek, ide beköltözünk. A 4-es terület az milyen? Várja, nézzük meg, az 9800, és nagyon olcsó. A 4-es terület az egy ilyen nagy füves rész. Gyerekek, a 4-es terület, az kiszolgálna a birka legelőt. Ugye? Jól látod? Meg még van egy plusz földünk is. De ez marha jó, ezt meg kell venni, gyerekek. Hát itt tudsz kaszálni, egyből tudod a birkáknak adni. Van gépszín. Van még egy kukoricaföldünk is, öcsém, gyerekek,
Oké, okay. Itten innen azt következik, hogy itt el fogjuk adni a dolgokat. Annyi a dolog, hogy. Jó, ez lesz. Ez lesz, gyerekek. Ha, most ezt nagyon-nagyon-nagyon élem. Várja. Béleteszközök, oké, okay. Egyéb. Csak nekem nem erre van szükségem. Csak nem tudja a Keeper hülye, hogy hol van. Ah, itt van a... Építkezés földek. Építkezésnél az a baj, hogy nálam vannak már izé cuccok. Hol vannak az én izeim? Cannabis DLC van itt minden, mind a bucsúba gyerekek. Ott állunk, lol. Épületek. Nincs olyan külön, hogy az enyémek? Nem örülök. De várjál, csak kellene lenni. Most én hülye vagyok? Hol van, gyerekek, az, hogy a én cuccaim? Nincs olyan külön, hogy izé, hogy mit tudom én, tudod így... De béna vagyok, bacsa. Hát itt, hogy az enyémek, én cuccaim. Itt nincs olyan, hogy főrek. Itt ez nagyon gáz, vagy nem tudom, nagyon nem. Én vagyok a hülye hozzá. Építkezés, és itt sincs olyan, hogy csak az enyémeket mutassa. Vágod, mit szeretnék, de hát lehet, hogy én vagyok a béna, aztán nem találom. Na mindegy, megyünk vissza, és akkor annyi... Ja, hogy ezeket el tudom adni, igen. Na erre voltam kíváncsi egyébként, de mindegy, akkor ezt eladjuk róla. Eladunk róla mindent. Gondolom ez csökkenti az értéket? Na mindegy, eladom azt a farmházat róla. Ami még nekem nem... Kap... Mindent eladunk, gyerekek. Utána meg eladjuk a földet. Ezeket. Ezeket lehet, hogy nem lehet. Várjál. Eladás. Meg ugye akkor ezt is eladjuk. Ó, az is például gyerekek. Nagyon jó. És akkor eladjuk a földet. Kíváncsi vagyok, hogy ilyenkor csökkentette annak az értéket. Viszont ugyanúgy meg kell vennem ezeket, kutat meg mindent. Úgyhogy, úgyhogy szükségeltetnek dolgok majd. Szóval ne ijedjetek meg, hogy én most itt szarrá keresem magam, aztán az húra jó nekem, mert igazából annyira nem lesz ez nekem jó. Ja, a földeket akkor eladjuk. Más nagyon nincs, ugye ez a kerítés, hát ezt nem tudom, hogy ezt... Nem tudom, nem látom, hogy ezt el tudnám adni. Itt van még egy lámpa, ja meg ott van egy ilyen fakitermelő dolog, vagy egy faültető dolog. De arra sincs szükség. Hoppá, gyerekek, szarra kerestük magunkat, van 26 ezerünk, ami mindig rohadt kevés, de ugye most akkor jönnek a földeladások. A földek. Eladjuk a 25-öst is, mert akkor nincs rá szükségünk. Oké, okay. Eladjuk a 24-est. És bazen, eladtam róla mindent, és még mindig így megvan a 30 ezer érték. Ez nagyon jó, hogy így el tudod adni. Igen, oké. Okay. Gyerekek, 64 ezer pénzünk van. Most aztán... És aztán nagyon meg kell gondolni, hát nagyon nem gondolkozok rajta, hanem ezt megveszem szerintem. Az lesz a nyitja. Meg a mellette lévőt akkor egyből meg tudom venni, azt szerintem az tök jó lesz, mert akkor lesz, neki tudunk állni, kaszálni. Kettes. Másárlás. Hú. És a négyes. Ami 9000-be kerül, elég nagy, tudom, viszont fű van rajt, jobb nem is lehetne. Oké, srácok, és még maradt 26 ezer pénzünk, most egyelőre nem költünk, hanem... Ó, hát itt várj, ezt nem tudom eltüntetni, de viszont van egy olyan, hogy... H-val el tudom. Jó, nekem nem kellett ide. Van egy ilyen hide object dolgom, ezt legalább így eltüntetünk. Nézzük meg, be tudunk menni ebbe, hogy működik? Alvás. Jó, ebbe nem tudsz bemenni, ez nem olyan. Ó, de kár. Júj, de kár! Na jó, oké, akkor ez megvan. Akkor ugye kellene majd víz állatoknak, kellene vennünk birkákat, azt szerintem az egy tök jó út lenne, mert akkor azt elemelne nekünk. És van füfünk, oda néz. Rohadt jó! Oké, viszont most akkor költözés lesz. Jó, mert a másik autókocsival már elmentem. Költözés lesz. Szükség eltetik, eltakarodunk innen, mert hát
kilakoltattak minket konkrétan. Várjátok, ez, aha, ez. Aha. Ja, ilyet lehet rárakni, ilyen tentet. Költözés van, gyerekek! Megyünk a map másik felére. Át fogom hordani lehet gameplay-en kívül majd a cuccokat, hogy ne azt nézzétek, hogy itt szenved vele a Keeper. És kapásból elmondom nektek, hogy kellene vennünk egy kaszát, kellene vennünk kutat. Az, arra mondjuk szükségeltetik, úgyhogy jó is, hogy nem csesze bele instalt ezt a 26 ezer pénzt, mert itt még egy-két dologra kellene költenünk. Jó, hát kellene vennünk egy kaszát, és ha le tudnám kaszálni azt a gyöppet, azt egyből be tudnám, akkor talicska az jó lett volna, talicskával bevédi az állatok elé a cuccot. Frankó. Nincs azon fa, az van a területen, mert azt például le tudnám termelni, és a szomszéd, konkrétan a szomszédban van a fűrészmalom. És akkor oda el tudnék egyből költözni. Vagy egyből el tudnám adni. Most annyi minden jár a fejembe, gyerekek, a költözéssel kapcsolatban, ez tök jó, hogy van. Ez az opció. Jobb mindez itt bennem, ez így ilyen tök zsúf volt, nekem ez nem tudom, nem annyira tetszik ez a hely. Jó, nem olyan rossz. Kell ízét is venni. Magtárat. De mondjuk magtárat nem biztos, hogy kell venni, hogyha eladunk mindent. Egyelőre ne költsünk nagyon semmire. Gyerekek, hogy kell kikapcsolni azt az átkozott rádiót? Hát F5-öt nyomok és nem kapcsol ki. Valaki írta, hogy F5-tel. Rádió van a izébe, a zökrös szekérbe, az nagyon komoly. Hú, gyerekek. Átköltöztünk. Átköltöztünk a MOP egyik szélőről a másikra, az durva, nem? 40 ezerért meg lehetne venni ezt a, nem tudom, ez valami, nem tudom, mi, ez milyen, mi ez egyébként? Te üzem vagy, mi akar lenni? Mondjuk a mapon valószínű, hogy kiírja. Pillanat, itt egyenes beállító, azt a nézzük rá erre a dologra. Hol mentünk? Itt mentünk. Nem, az nem az. Érdekes, hogy miért nem mutatta olyan sok mindent. Ki van kapcsolva? Hű, baze! Ja, ide fűrész malomhoz tudom hordani a fákat, mindjárt meg is nézzük, hogy nálunk. Azt hiszem, ott van egy fegyük kapásból. Jó, jó, haladunk, gyerekek. Szépen elrendezzük a dolgokat, meg esetleg építkezni is tudnék erre, figyeld. Nem? Akkor tudnék lerakni dolgokat, hogyha úgy van, vagy a kukorica földhöz. Van egy kukoricások, gyerekek? Hát nem tudjuk learatni, az a probléma. Figyelj, itt vannak szembe, oda nézzé! Állj meg! Bocs, megfulladok itt nagy üzeimbe, örömembe. Oda néz. Szembe, négy darab föld egymás után. Ezeket így összeszántanád, meg kialakítanád, azt tudnám már nagyban nyomni itt az ipart, nem? Fákat ledurrantani, ott egy fa, azt le lehetne vágni, meg szerintem az a fenyő lehet, hogy még hozzám tartozik, bár lehet, hogy nem. Meg kell nézni. Ó, most nagyon rá vagyok elrekadtam, vagy árekek? Hogy itt hol van, hogy vannak a földek, meddig? Hogyjál, nem viccelj, bevegy hátra teljesen. Bevegy hátra teljesen. Ez rohadt jó. Akkor szerintem ez, ott azok a fenyő, az a kis fenyves rész, az még az enyém-e? Itt a jobb oldalon. Akkor frankó, gyerekek. Akkor megfogtuk az Isten lábát. Figyelj, kettő darab ilyen sántorom is van. Hajladoznak a kukoricák. Nagyon frankó, ezzel ide félreállok. Egy perc kimehetsz. És akkor azt kéne csinálnunk valahogy. Jó, szerintem ezek a fák, ezek az enyémek. Még itt, hát lehet, hogy nem. Mindjárt ránézek. Ez az enyém. Ez már nem. Ez az enyém, hát mondjuk az a sokra nem megyek, meg az középen az biztos, hogy az enyém. Mondjuk a birkáknak legyen egy kis... egy birkáknak legyen egy kis árnyékre. Jó, kettő fát ki tudnék egyébként durrantani. Lehet, hogy ki is fogjuk majd. Oké, gyerekek. Ja, majd kellene kut. Kutecska. Meg kellene valami, nem tudom, hogy tudom beordani vizet, azt be tudom már, hogy is hordani, és látszok. Mármint ilyen retro módszerrel. Meglátjuk, gyerekek, meglátjuk. Nagyon be vagyok havazódva, tudom. Bocs érte. Jó, az ökrös szekér is itt van. Az problém. A krösszekérre nem valószínű, hogy ezt fel tudom. Meghagytam a talicskámat, gyerekek! Nagyon-nagyon rendes voltam. Nagyon rendes voltam. Az ökörrel nem tudom elvontatni a izét, a combine-t. De egyelőre nem ezzel kéne foglalkozni, mert ez biztos nem annyira izgalmas számotokra. Tudod, mivel kellene foglalkozni? Álljál meg a krösszekér. Viszont, ez kell nekem ez a gép. Meg kellene nekem egy bolt. És akkor lehet, hogy azt fogja csinálni a Keeper. Hogy?
Megnézzük, voltak hábit tizék. Fűkoszák, különböző mindenféle fajta. Ebben is van elvileg egy ilyenünk. Ez mennyibe kerül a Szalderfenben, meg elvileg van egy külön. Lehet, hogy emlékeztek rá. Lehet, hogy egy egyel modernebb. Figyeljetek, van Robi kapa téma. Van Robi kapa téma, az azért jó. Csak az még nagyon modern lenne. Itt van ez. 3500. Mondjuk ez nagyon drága pár, ez lehet, hogy azért nem lenne rossz. De használjuk inkább akkor azt az olcsót. Meg ez még ugye retróbb is. Ezt. Piros. Legyen egy főszín, legyen mondjuk fekete. Ez sose rossz. Vagy inkább legyen piros kereke, meg legyen fekete váza. Vagy legyen az a, tudjátok, az a alapodó szín. Hol van az? Ez nem az. Jó, az a fosbarna. Ez mi ez tervezés? Ne! Woman! Man! Woman! Oda néz a csaje! Kerékbeállítás, lehetne gumikerék, alapbeállítás. Ne! Hát akkor veszünk hozzá asszonyt is! Ne viccelj! Bazze, mi kerül ezébe? Plusz ezerbe. Mi került plusz ezerbe, gyerekek, várjál már? Nem. Mi került? Szerintem azért a festés, mert más nagyon nem volt. Jó, akkor egy moment azt viszünk hozzá, de a nénye az legyen. Oké, és akkor veszünk egy ilyet, bevegyünk ért a gépbe. És akkor visszük asszony is le, gyerekek, új ház. Új asszony, ne vicceljé. Na, csapassuk neki, gyerekek, ez megyel, mind az őrült. Bazze. Sőt, túlságosan is néha, ugye azon. Na ezzel a sebességi fokozattal, jó sáros a gép. Kár, hogy nincs olyan mód, hogy mit izével tudod lemosni. Tudod mivel. Vörörre. Ezeket a cuccokat meg én el fogom hordani majd, oda szépen elrendezem. Ja, és akkor fűkaszálás lesz, kell vennünk egy kutat, kell vennünk valami, nem tudom. Vödörbe valószínűleg nem fogom tudni elvinni a vizet. Van-e valami olyan tartály, kézi, kanna vagy valami, amivel el tudnám vinni? Ez tök jó lenne. Azt tudja élni a képőr? Jó, legközelebb regnézem ezt a manuális sebességváltást, mert össze van vissza, össze-vissza van már állítva minden. Ne viccelj, ébe azért most meg háromba meg izébe megy, gyerekek. 30-a, borzalom. Nem valószínű, hogy egy ilyen traktor ment 30-a, még hogy a roadba volt is. Úgyhogy lehet, hogy a start kéne konfigurálni, vagy valami, mert ez egy kicsit erős nekem. Jó, hát ez egy ilyen 10-12-ből szerintem ment, de nem 30-a. Ez valami csit-szerű. Jó, ez a költözés, ennek örülünk. Örülök íbe! Na, menjünk már. Kaszáért. Lassan jönnek a 30-as évek, lesznek új traktorok, halleluja. Azt akkor cseréljük ezeket egyből. Ilyen gumikerekes, nagyobb teljesítményű gépek már megjelennek, ugye? Azért az hálás dolog lesz, úgy érzem. Jó, hát, ó, az asszonyságot, a nézzél! A nénye milyen hegykeserül ott a föl. Hát valamit hasznodat vegyem, kaszálunk, oké? Okay? Kimegyünk. Utána meg a szénakazalba. Szia, mi újság? Hát az nagyon csajnos, öcsém. Az asszonyság. Nagyon király. Tartja így a kezét okosba. Fölcsicsentette oda magát. Tudta jó előre, hogy a keeper beréz a szoknyára, ezért keresztbe vágta a lábait. Nehogy a keeper leskelődjön. Na. Megvan a kaszánk. Aztán már mehetünk is. Tök jó, már kiismertük már ezt a terepülést ilyen normálisan. Hát a néha az asszonság. Hát igen, egy kicsit a vonó rész az nem oda csatlakozik, ahova kéne. Nagyon-nagyon korlátozottak egyébként a lehetőségeim, hogy ilyen régi modokat keressek, mert nem nagyon van sok. Úgyhogy nézzétek el nekem.
hogy nem tökéletes módokat hozok, mert igazából nem azért nem hozok tökéletes módokat, mert a jó módokat nem hozom, hanem azért, mert igazából ezek vannak. Úgyhogy nincsen más opció. Oké, mennyi van? Még 25 ezerünk? Hát igen, gyűjtési lesz mindenképp. Jönnek a nagyobb gépek, akkor úgyis oda rizzi, rohadt jó. Ezt a disznótelepet is megvenném. És akkor itt már tényleg... Figyeljetek, megvenném ezt a disznótelepet, akkor itt tényleg csak disznóval foglalkoznék. Lejárnék ide, vagy esetleg raknánk ide olyan eszközt, ami szükségeltetik. Meg a méhekkel. Ugye mi azért nem adom el azt a mézet, ami ott van, ami be van már termelődve, mert igazából az ugye nem vettem meg, nem az enyém most. Ne az legyen, hogy akkor így mindent így kisajátíthatok a mapon. Mi a nénye? Meg vagy? Minden oké? Okay? Jó, van, örülök neki. Kezdedem majd szépen, ott van a kar mellett, egy jobb oldalt. Karmantyú. Tudod kezelni a karmantyút? Ki vagy tanúva? Ki van? Gyerek! Hát a térdeid megvannak izéve. Nyüstőve. Na, mit csináltál? Mit csináltál addig, amíg én velem nem találkoztál, ha? Térdepőtél sokat? Látom. Szedted a izét, mi? Paprikát. Lol. Hát megvannak izé, megvan a komfort érdeje, meg a jó asszonynak. Mi legyen a neved, jó asszony? Nem nagyon vagy beszédes típus, mi? Nem baj, az a jó. Hú-hú. Mind az üvegtigrisben, mind néma nő. Mekkora mázlid van, az nem beszél vissza. Lol. Jó, hát ez ilyen izé, ilyen szexista poérok. Lehet, hogy valakinek idő kivágják a biztosítékot. De csak nem. Nyúj, ezt ki fogom próbálni még gyerekek, úgyhogy so sorry, hogyha itten már nyuglőr... ide ráfordulunk. Asszon, kezeld rendesen jól a karbantyút, jó? Úgyhogy ezt így gondolkodjunk. Igen, mert tolatunk. Kapaszkodjál, elejessé, bazzá! Na, ki tud nyitni gondolom, ugyanúgy működik. El kéne indítani. B. Akkor véve le kell engedni. Oda nézni. Na várja. Nyírja a füvet, ez szépen oda nézni, gyerekek. Hoppá. Brutál jó. Nagyon-nagyon tetszik a keepernek ez. Kár, hogy nincsen valami rendsodró, mert ezt megint Bellába köszönszednem, talicskába. A szemem megáll akkor a gyerekek. De hát legyünk autentikusak, nem igaz? Ha már egyszer 1927-et írunk, akkor lehet, hogy talicskával fogom. Figyeljetek, az a jó ebben, hogy ugye nem kell nagyon messze vinned. És így a birkákat így el tudjuk látni. Nem sokára jön a tél, nem tudom télen mit fogunk csinálni. Lehet, hogy arra úgy kéne időzíteni, hogy a télen pedig a fakitermelés, nem? Ez ugye elég autentikus lenne szerintem. Ó, csodálatos, jó zsíros fű. Jó lesz a berkáknak. Oda, micsoda ideje, micsoda fonása van az asszomkának. Hát ez beszarok neki, gyerekek. Ez epic jó. Imádom. Imádom, komolyan néha meglep ez a farming szimulátor. Mi van nagy benne. Csak mondjatok valami nevet már, minek nevezzük el ezt a jó asszony. Legyen csak jó asszony. Kit érdepült térdes. Ki van kovva a térde neki-e? A mocskos egy fajta lehet ez akkor. Ügyelekek, megindultunk. Oldani viszi ez! Szalad ez a szekér, gyerekek. Lecsettintem most ezt így egyenesen. Aztán egyelőre jó van az úgy. Jó, azt hogy még mindig úgy tartod a kezedet? Ha mit szeretnél ott? Vagy mit csinálsz ott? Viszül valamit? Jó. Fölemeljük. Fordil egyet a keeper. Nem tudom abba hagyni. Néha egyébként úgy rá tudok kattantni egy játékra, hogy nem bírom abba hagyni. Na, letettük. Ez is a jég, még az út is. Hát akkor felszálltam. Az a jó, amikor van ilyen földes út így a, nálunk is a hegybe, mármint a szőlőhegybe, meg így a földeknél, földek között, és akkor úgy van, hogy az egyik föld a mellette lévő az egyik tulajdonosé, a másik, az út másik felén lévő egy másik tulajdonosé, és akkor így állandóan azt csinálják, hogy
amelyik előbb szállt, az saját magának leszálltja, utána rászállt a másik, aztán így az út az így folyamatosan vándorol, mert az utat is be akarják szántani, mert minden darab földre szükség van. Na, jó asszony, itt van, gyerekek. Nem vagyunk egyedül. Hát van feleségünk is, látjátok? Ne vicceljük. Hozzákaptuk a izéhez. Fűkoszához. Egyébként még itt is lekoszálhatnám arra hátrafele, de hát szerintem elengedem a... Gyerekek, ahhoz képest, hogy milyen rosszul indult ez az egész, mármint hogy a terveinket így úgy éreztük, hogy keresztül húzza így az anyagi gondok, egész jól sikerültek, nem? Mari, kapaszkodjál, mert fordulási van. Ja? Nyugodt legyél, mint nyula urokba. Nyugodt, mint nyula urokba, oké? Okay? Mindjárt, igen, igen, itt is kaszálunk, igen. Süti a nap a fejedet? Térrepülni jobb volt? Mint dolgozni, mi? Jó van akkor. Szerintem pisilnia kell, mert úgy szorítja a gyerekek össze a lábát, oda nézzél. Borzalmas. Hát ez nem sokat beszél a jó asszony. Na hát ez így mindjárt autentikusabb. És tök jó, most meg nem fénylik ez a gép, hanem ilyen kopottas. Jó, néz ki. Te nem vagy kancsal? Kicsit olyan kancsal, nem? Olyan merev vagy. Olyan frigid ez a lány. Aztán hogy kell? Így hátamon beviszem az éve? A farmházba? Ma nem tudom, hogy ez le akar-e szállni innen, vagy le kell járnom vele? Na, talán még egy. És a birka nevelés fog indulni. Következő részre elejére át fogom hordani a cuccokat a másik helyről, meg igazából mindenhonnan, és akkor elszortírozzuk, jó? Egyébként az a lovas kocsi, vagy az a ökörös kocsi, az meg elmászott. Ja, hát vannak fizikai problémák azért, bár lehet, hogy ez a móddal van, nem tudom. Jó, hát kettő fogásra le is tudjuk vinni az egészet. Egy kis belső nézetbe így. Várja, ne fussa annyira, ne rohanja, úristen, megindultunk. Figyeljetek, 10-el megyünk ebbe a játékba ezek után, már ez egy ilyen epic sebességnek tűnik, nem nézd már meg? Na mi folyik egy gyöngyös, úristen. Brutál sebességnek tűnik a 10. De szalál komolyan, nem? Annyira megszoktuk ezeket a nagyon lassú gépeket, hogy tényleg gyorsnak tűnik még ez is. Mi van, anyukám? Minden oké? Okay? Valami hiányzik a kezedből. Tényleg a térdeid, de hogy mi történt? Nem tudok kitérni ebből, komolyan. Ennek mi történt a térdével? Ja, marad, elmarad. Akkor nem fogjuk tudni átfogni. Anyukám! Mi lesz a vacsora? Az, ami tegnap rumaradt? Semmi? Ha? Jó, hát lesz bőven a látoknak kaja. Hány, mennyi idő van? 11 óra 13. Ja, nem vacsora, ebédet, be kéne menned főzni, vagy valamit csinálja magaddal. Ezt nem tudom eltüntetni róla egyébként, itt fog mindig vigyázni rám. Hát csajozni nem kell, hallod, ez... Figyelj a keepert. Én most komolyan elkezdtem mondani, hogy mi lesz az ebéd. Rendesen megéheztem. Na, itt még egyszer visszavegyünk anyukám, jó? Aztán akkor vége lesz a bulinak. Fordulásig nyomunk, lecsapja a keeper-a, úgy. Aztán megfuttatjuk egy 10-zel, jó? Jó, nem megy gyorsabban, bocsánat. Ujjacskákra vigyázzál, nem van vele, levágja valami forgóalkatrész. Nem kell oda nyúlni a szerszámhoz egyből. Milyen előélete lehet ennek a csajnak ilyen kitérdesült lábakkal?
Okay. Még azt a kis kacifáltat, ami ott maradt, azt akkor jó világ, akkor a birkák, amit majd fogunk verni következő részbe, azok majd akkor termelik a gyaptyút, mint az őrület. Na, jó lesz ez, jó lesz ez. Kicsit változatosság, örülök neki, hogy elköltöztünk. De remélem, ti is értékelitek itt a törekvésünket. Oké, okay. Anyukám, megyünk, jó be? Nekiállhatsz főzni a levédet. Várjál, ez meg nem akar megállni. Először meg kell állítani. Olyan hangja van, öcsém. Ólókezű Edward kutya faszahez képest. Összecsukjuk azt, anyuci. Most azt nézem, hogy ezt nem le... Nem is lehet kikapcsolni, az így örökre itt a rüdögálni fog. Hó, belep téged szerintem vittem. Figyelj, megfutatom egy kicsit. Megy ám a gép. 1-9 TDI. Oké, jó, látjátok? Mászik a vízben, mászik az ökrösszegerünk. Érdekes. Jó, ide be is állok ezzel. Be kéne tolatni anyukát, hogy nehogy ázzon. Kiesik az eső. Ide szépen, ide leakasszuk a masszont. Ide kell hozni neki az alapanyagokat, itt tud megfőzni, úgy látom, ez rá van követve itt a dolgokra. Na, anyuci, milyen helyzet van? Te alatt jó magas vagy, öcsém. Nem kacsol ez? Csöcsökkel van engedve rendesen. Oké, srácok, akkor szerintem ennyi volt ez a rész. Látjátok, milyen jó kis progressz volt, érdekes dolgok történtek. És itt jól lehet terjeszkedni. Nekem ez tetszik ez a rész tényleg. Mármint ez a letelepülési dolog. Másik egy kicsit zsúfolt volt, hogy sok kerítés meg minden, meg tök jó, hogy itt már van egy ilyen a birka legelőnk is, ahol lesz egy csomó birkánk, aztán majd a üzletelünk ezerre. Ugye ezeknek csak fű kell, ha jól emlékszem, fű kell nekik, meg víz, aztán csácsumi, az fű, az itt van, vizet, dobunk egy kutat, csak majd rá kell jönnöm, hogy mivel tudom itt elhordani, vagy mivel tudom megoldani, mert hát ilyen nagy lajtos kocsit nem akarok venni, ez nem lenne túl autentikus, nem tudom, hogyha esetleg tudtok olyan módot, amelyik ilyen vödörbe tudom hordani vizet, vagy ilyesmi, akkor azt szívesen fogadom. Nagyon szépen, köszi a figyelmet, jók legyetek, csácsumi!